Sziasztok! Egyre többet láttam a Facebook csoportban, mármint a Drónhangeri a Mavic csoportban és egyéb Facebookos drónos csoportokban, hogy a rendőrök honnan és hogyan drónoznak. És gondoltam, hogy ennek a témának kapcsán Elhozom nektek egy azt, hogy ők mivel repülnek leginkább, illetve hogy milyen szabályok vonatkoznak rájuk. Persze nem teljesen pontosan. A csoportokban sajnos kicsit szomorúan látom azt, hogy rengeteg olyan kérdést tesztek föl, amikor megosztjátok például a pofátlanítós videókat, hogy persze mert nekik honnan volt esetiük, meg honnan tudták 30 nappal előre, stb. stb. Nos, elsőnek is, ami a legfontosabb ezzel a témával kapcsolatban, hogy többször említettem már ugye, hogy Magyarországon háromféle drón kategória létezik, vagyis hát már nem is drón, hanem ugye pilóta nélküli légijármű, mert hogy van a pilóta nélküli játék légijármű, van a pilóta nélküli légijármű, és van a pilóta nélküli állami légijármű. És gondolom nem meglepő, hogy mindegyik kategóriára más és más szabályok vonatkoznak amikkel ők repülnek, köztük majd ugye például ez is, az pilóta nélküli állami légijármű, és arra nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint például rátok vagy rám. Furán is jön neki, hogyha például egy állami szervezet, tök mindegy rendőrség, katonaság, tek, akárki, ugyanúgy kellene repülniük, vagy ugyanúgy kellene minden egyéb dolgot csinálniuk, mint a civil embereknek, hiszen ők hatóság. Ez a munkájuk, tehát nem fogják tudni előre, hogy uh, mikor jönnek át a migránsok a határon, nem fogják tudni, hogy mikor kell valaki tüldözni, tehát teh nem tudják előre, hogy mikor van baleset, így észszerűtlen lenne az, hogy nekik például esedi légtérengedély És bizony a pilóta nélküli állami, Légi járműveknek van olyan kategóriája, ott van A1 és B1, ez hogy repülhetnek tömeg fölött, nem repülhetnek tömeg fölött, de ebben nem is akarok nagyon belemenni. Szóval van olyan lehetőségük, hogy repülhetnek eseti légtér használata nélkül is. Magyarországon, lakott területen belül. Viszont például a Myron Space-t azt ők is használják, illetve hát ugye bejelentkeznek, a, ha közel van repülőtér, vagy az egyéb szervezetekhez bejelentkeznek, úgyhogy én azt mondom, és láttam két vagyis hát két nagyon jó hozzászólást ebben a témában. Az egyik az az volt, hogy valaki írta, hogy ne húzogassuk az oroszlán bajszát, és ezzel szerintem abszolút teljesen egyet tudok érteni, hiszen Jelen pillanatban a hatóságnak köszönhetjük azt, hogy ebben az átmeneti időszakban tudunk egyáltalán drónozni. Hiszen ha most mindenki a saját füle mögé néz, akkor szerintem mindenkinek van olyan repülése, amikor nem tud mindent száz százalékig teljesíteni. Legyen szó esetiről, vagy bármi egyéb dologról. És az, hogy jelen pillanatban ezt legtöbbször általában egy ennyibe megúszuk. ez szerintem abszolút nekik köszönhető. Úgyhogy addig, amíg ők a munkájukat végzik, és nem minket csesztetnek, kvázi, addig szerintem jobb, hogyha ezeket a uh, kommenteket, hozzászólásokat és posztokat szerintem hanyagoljuk. Illetve volt még egy másik nagyon jó, uh, ugye, hogy Magyarország gyakorlatilag az önkéntes rendőrök országa. Úgyhogy uh, szerintem jobb ezeket figyelembe venni. Tudom, rosszul esik az, hogy ők repkednek, De könyörgöm, ez a munkájuk. Tehát, amikor egy balesetet mérnek föl, na, egy Isten üldöznek valakit, vagy nem, nem kívánok senkinek ilyet, de hogyha egy eltűnt családtagot keresnek, akkor szerintem senki se fogja megkérdőjelezni, hogy miért repül az a drón. Például már kezd pozitív ö, reklám is lenni, úgymond a drónoknak. Valamelyik nap hallottam a rádióban, hogy a Sojmári tűzoltó, önkéntes tűzoltó egyesület, például ugye azzal a hőkamerás drónnal, amit tavaly bemutattam, azzal talált meg egy eltűnt szemét, aki ugyan telefonált, hogy eltévedt, hideg van, fázik, de hogy fogalma sincs, hogy hol van, és le fog merülni a telefonja, és az önkéntes tűzoltó egyesület azt hiszem, ezzel a hőkamerás drónnal találta meg. Tehát, hogy rengeteg jó dolog van, hogy tehát hogy ezeket kár lenne korlátozni, úgyhogy én azt mondom, zárjuk rövidre a témát, és ne is forszírozzuk azt, hogy ők miért és hogyan repülnek, tegyék csak a munkájukat, nekünk így lesz a jó. Most viszont nézzük azt, hogy mivel is repkednek. Ha láttátok már a tavaly, nem, sőt, már két éves lesz a videó, a Matrix 210 típus képzés című videót, amikor Kristóffal forgattam egy videót, ugyanis ők a myactioncam akkor már elkezdték a hatósági embereknek a oktatását, mert hogy a rendőrség már nagyon régóta vett ilyen drónokat, de használni óvatosan használták, vagy kevésbé, mert azért vagyunk őszintén, hogy tudást is, meg hát nem beszélve arról, hogy ezek elég komoly és drága eszközök. Szóval ők elkezdték már akkor a képzést, amire én kilátogattam, bár akkor a videó vége az lett, hogy az M300-as mutattuk be nektek, mert akkor érkezett frissen. Viszont most ugye a posztok alapján gondoltam elhozom azt, amivel tényleg repülnek a rendőrök, mert ugye nagyon jó dolgokat csinálnak vele. Mármint, hogy hát, na, szabálysértőket is fognak el vele. Úgyhogy bontsuk ki, nézzük meg, hogy mivel repülnek. Így néz ki, ez egészen pontosan, ez a Met DJI Matrice 210 V2. RTK nevezetű drón. Ebből több fajta is van, volt még a régi 200-as, sima 210, illetve hát ez volt a legutolsó belőle. Ennek a folytatás lett a 300-as széria. Ez a koffer, amit láttok így, nem kicsi, ez, de ez is még a hosszúkás típusú bőrönd, mert van egy olyan, amikor gyakorlatilag ekkora a bőrönnek a fele, és ott nem kell összehajtani a drónt, mert amint látjátok, ennek a karjai most itt össze vannak csukva, és itt szépen hosszából bele van téve a bőrönbe. Amit találunk még itt, azt mondja, hogy van nekünk 6 set, vagyis hogy 3 set akkumulátorunk, azaz 6 darab akkumulátorunk. Itt van a DJI Zemus Z30, aminek a segítségével a rendőrök nagyon sok mindent meg tudnak nézni, de majd erre visszatérünk. Van itt egy töltőháb, itt van benne a Crystal Sky monitor, mert hogy ez nem telefonos verzió, ott a távirányító és a többi akkumulátor, illetve ott van benne egy töltő, és ott van benne egy kis hengeres töltőállomás. Gyorsan összerakom nektek a gépet, és utána repülünk vele, illetve megnézzük, hogy hogyan is készülnek ezek a pofátlanítós videók. a drónnak a leszálló lábai a bőrönnek a felső felébe vannak benne. Utána szépen ki kell venni a drónt, így ki kell nyitni a karjait, és meg kell húzni itt ezekkel a rögzítő műanyagokkal. Fontos, hogy nem erőből kell megtétni, nem azért fog ott maradni, mert minél erősebben húzzuk meg, ez nem egy olyan tipikus csavar, elég, ha két ujjal meghúzzuk. Utána nincs más dolgunk, mint az RTK antennát a helyére bólintani, és ennek is van egy kis rögzítő fülecskéje, hogy repülés közben lehetőleg nem mozduljon el. Utána célszerű a gépet fejjel lefelé fordítani, és a kis leszálló lábikókat így beledugni. Miután ez megvan, készen is van a gépünk. Ez nagyjából így egy ilyen két és fél kilót uh, mutat. Dual gimbal portunk van rajta, az azt jelenti, hogy egyszer akár két kamerát is fel lehet tenni, én most csak egyet hoztam el a Z30-at, uh, föl lehet mellé még rakni egy uh, hőkamerát is. Ez a Z30-nak a tulajdonsága, hogy hát nem a legjobb, tehát hogy kettő megapixel, cserébe 30 szoros optikai zoommal rendelkezik. Egy, Szépen fölraktuk, megmozgatjuk, hogy nem-e rosszul raktuk föl. Dupla akkumulátorra repül. Egy, Még egyszer szépen megnézzük, hogy a rögzítőket meghúztuk-e. És itt a bőrönd tetejében vannak nekünk a légcsavarok. A DJI-hoz megszokott módon van jelölt, illetve jelöletlen forgószárny, ugyanaz a módszer nagyjából rárakjuk, lenyomjuk és elfordítjuk, utána megmozgatjuk, hogy nem -e rosszul raktuk föl, így, meg is van a gépünk, most már csak a távirányítót kell kiszabadítanom, ehhez van egy kis VB37-es Akkumulátor, illetve a monitorhoz is van egy VB37-es akkumulátor. A monitor szépen ide a tetejére így rátesszük, egy rövid egy hosszúval bekapcsoljuk a távirányítót, ami be is kapcsolja nekünk a monitort is egy az egyben, és mehetünk repülni. sajnos ennek a távirányítónak nincsen screen record funkciója, úgyhogy itt tudom megoldani nektek a kijelző rögzítését, hogy mit is lát pontosan ez a gép, illetve hogy mire is jó. Közben a villogóját kikapcsolom, nehogy itt valaki valamitől megijedjen, azt hiszik, hogy egy ufó, aztán tele lesznek itt a Facebook csoportok majd. Na, szóval ugye, amit sokszor látunk ugye a netes videókban, hogy ők hogy be tudnak zoomolni, meg honnan néznek. Most azt mondja, hogy 50, eh, emelkedjünk egy kicsit fentebb. 60 méteren vagyunk. És 315 méterre tőlünk. Megfordulok. És hogy mire is jó, ugye ez a Z-30. Kicsit lentebb bólintom a gimbalt. Becélzom oda magamat. És ugye, ahogy említettem, van nekünk itt egy zoomunk, csak oda pöccintek. Egy kicsit fordítok a kamerán, oda pöttyintek, négyszeres zoom, 8-szoros, 16-szoros, 30 -szoros, és... halló, sziasztok, ott vagyok, háromszáz, Apá, rossz gombot nyomtam, szóval... Na, ott vagyok, 300 méter távolból... 60 méter magasból, és látszik, hogy elő is veszek egy valamit a zsebemből, integetek vele, úgyhogy gyakorlatilag ugye ennek a segítségével csinálják a rendőrök ezt a pofátlanítós videókat, és láthatjátok, hogy simán meg tudják úgy oldani, hogy hát ne kelljen kvázi közel menni bárhova, mert messziről is szépen oda lehet zoomolni. És így csinálnak ugye piros lámpát, meg minden egyéb dolgot. Ez az, ami sok mindenkinek ugye nem, nem tetszik. De én úgy gondolom, ahogy ezt ugye a bevezetőben is elmondtam, hogy ez az ő munkájuk. Szóval, hogy ezzel ne törődjünk nekik muszáj repülni. És hogyha ez ugye felraknak egy hőkamerát, akkor pedig még jobban lehet. És innen még ugye van egy kis, próbálok finoman magamra zoomolni. Amint láthatjátok, ugye ebbe is van az DJI AirSense. Ez már itt ugye csak digitális zoom, egy 84-szeres volt, és figyeld, hopp, amikor visszahúzódik, ez nagyon durva, hogy honnan és hova be lehet zoomolni. Most itt mutatja, hogy másik aircraft is van a levegőben. Nézzünk meg, hogy ha a másik irányba elmegyek, akkor ugye a rendszám táblámat le lehet -e olvasni, illetve hogy milyen lehetőségeink vannak ugye arra, ott van egy főút, ott látszódik is, hogy mennek az autók. Ha most a legális keretek között maradunk, tehát ugye 100, 120 méter környékén, még én ugye oda nem is repülök, azt mondja, hogy jó, nekem itt ez most kicsit előrébb megyek. 500, 500, na most 500 méterre vagyok, tőlem 80 méter magasan. És hát nem akarok senki privátszférájába, úgyhogy próbálok valami olyasmit nézni. Mondjuk ott az az ott csak valami telepnek néz ki. Tehát 16-szoros zoom. Éj, né. Bekapcsoljuk itt a kis stabilizációt. Oké. Okay. Tehát, hogy gyakorlatilag bárhova be lehet nézni, annélkül, hogy észrevennétek a dolgot. És muszáj nekik ilyen technikát használni, És ha már ott vagyunk 500 méteren, akkor nézzük meg, hogy 500 méteren mi látszódik belőlem. Vagyis, hogy 500 méter távol 80 méter magasból. Hát, nem azt mondom, hogy tökéletesen kivehető vagyok, de az, hogy itt integetek, kalimpálok, az, az bőven kivehető, és hozzáteszem, hogy amúgy még abszolút hozom a Véloszt is, mert bőven látom azt, hogy hol a drónom, pedig nincs is bekapcsolva a villogó. És ha már itt jön egy autó, akkor ezt is lehet tökéletesen lekövetni. Nem akarom senkinek a rendszámját leolvasni. Itt ugye ami nagy lehetőség, hogy külön lehet a a gimbalt is 360 fokban ilyen szépen finoman mozgatni, jobbra-balra, úgy, hogy a gép az ugye áll gyakorlatilag egy helyben és szépen lehet vele végig követni, a gombokra be lehet állítani a, a zoomot is. Tehát gyakorlatilag ugye a távirányító érintése, mármint hogy konkrétan ugye a gép mozgatása nélkül is lehet szépen követni az autókat. Ide nézzetek, piros felirat volt. Szerinte nagyon közel volt ugye egy repülő, itt még a magasságokat ő nem tudja, úgy, mint már ugye a Mavic 3, úgyhogy valószínűleg csak fölöttem ment el. Itt van egy FPV kamera, itt ugye, ha döntögettem a gépet, az minden látszódik benne. Jó, tudom, nincs itt repülőgép. És hát, ugye be tudom kapcsolni a villogót, úgyhogy ők ezzel dolgoznak. Ennél is megvan a Return to Home funkció, amit ugye bármikor meg lehet szakítani, mert hogy elfelejtettem nektek videót készíteni arról, hogy hogyan is néz ki a videó, mármint hogy a gépen mikor bezumolok, mert, hogy említette, valaki láttam, írta, hogy milyen minőség, hát ugye, ahogy említettem, 2 megapixel, szóval az nagyjából így néz ki, de nem is az a lényeg, hogy milyen minőséget produkál, tök jó kivehető az autó, látszódik, hogy ott vagyok én, tehát a célnak abszolút megfelel, úgy, hogy 500 méterre van tőlem, 80 méter magasan, tehát, hogy semmit nem hallok belőle, például Na, most már viszont jöhet haza a gép. Tényleg, tehát, hogy egy viszonylag nagy gépről beszélünk, és jó, most ugye a fényviszonyok is olyanok, tehát, hogy nincsen verőfényes napsütés, hanem szürkület van, de hogy így teljes mértékben látom a gépet 500 méterre is, de hallani nem hallom. És hát így születnek ugye a piros lámpás videók a... Mi szokott még lenni? Ja, az autópályán ugye a leállósávok. Hát a kamerából még nem sok minden látszódik. De hát ugye ide, ide kell visszajönnie mellém. Na most jelent meg egy kis fekete pont a kamerámon. Mondhatjuk, hogy abszolút pontos volt. A bőrönt mellő szálltam föl, oda is szállt vissza. Ő lenne tehát akkor az egyik gép, ami a hazai hatóságok körében repked. Hát próbálom majd őket is rávenni, hogy esetleg tapasztalatok vagy bármi egyéb dolgokat mondani róla, hogy mennyiben segíti ez a munkájukat. Erre nem vennék mérget, hogy ezt. Meg fogják majd tenni, hogy egy sajtós kislány vagy bárki uh, kamera elé álljon, de hát ha. Szóval uh, ő a Matrix 210, ugye láthattátok, hogy nagyjából 30 percnyi repülési idő is lehet, akár jó időjárási körülmények között. Most 12 percet repültem, és 50%-on van az akkumulátor, 38 fokos, tehát hogy... Uh, még nagyjából még egyszer ennyit lehetne vele repülni. Van nekik még ugye egy kisebb gépük is, ugye azt mutattam, ez a Mavic 2 Enterprise-oknak a valamelyik verziója, az, hogyha gyorsan fel kell dobni, nem ilyen összerakós, nem ilyen nagy gép, az is tökéletes ugye a hőkamera segítségével, ő rá is még rá lehet rakni ugye a hőkamerát, hangszórót, ledet, amit mutattam a típusképzéses videóban. Szóval, hogy ennek a segítségével kapják el a leálló autózókat nyáron, akik unják a Balaton felé a dugót, előző kamionokat, piros lámpán hajtókat, rablókat és minden egyéb dolgokat. Úgyhogy most már nem csak a földről kell figyelni őket, hanem fentről is. Tudom, ez szokatlan. Megmondom őszintén, hogy nekem is vannak ugye régi fényképeim, amikor trafipaxsal lefényképeztek. Azt is azért, hát valójában őszintén, tehát hogy én hibáztam, tehát hogy nincs miért okolni őket, hát ez a munkájuk. Most már van egy plusz eszközök, én még mindig azt mondom, hogy a drónok jók, be kell tartanunk a szabályokat, és hát hozzá kell szokni, hogy innen is figyelnek, műholdról is figyelnek, mindenhonnan meg vagyunk figyelve, szóval ez lett volna a nagy rendőrségi drónnak a bemutatója, ne felejtsetek el feliratkozni, sziasztok!